A testépítőkről a közvélemény úgy tartja, hogy csak súlyzókat emelgetnek egész nap az edzőteremben, és más dolguk nincs. Azonban a kép ennél sokkal árnyaltabb, hiszen a testépítők azok a sportolók, akik nem labdával vagy koronggal játszanak, hanem a saját határaikat keresik és feszegetik állandóan. Barkóczi Tamás is ezen testépítők közé tartozik, annyi különbséggel azonban, hogy neki egy hatalmas mérföldkövet már sikerült maga mögött hagynia. Nemrég Fitness Európa bajnok lett Budapesten. Stábunk egy edzésnapon találkozott az újdonsült Európa-bajnokkal, aki azt mondta, nagyon örül, hogy egy régóta dédelgetett álmát sikerült valóra váltania. Külön nagy öröm a számomra, igazából sikerült megnyerni ezt a versenyt. Nagyon régóta versenyzem, számtalan világversenyen szerepeltem, már voltak európai edzéstérmes helyezéseim, VB harmadik helyezésem, VB negyedik helyezésem, de még sosem sikerült versenyt nyernem. És most igazából itthon, hazai közönség előtt májusban sikerült megnyernem az Európa-bajnokságot. Barátokkal, igazából szülők kísérletében, barátom kísérletében, tehát ez egy külön nagy öröm volt a számomra. Minden világverseny előtt van, ugye van kvalifikáció, a saját országnak a kvalifikációs versenye, ott első háromba kell szerepelni, és értelemszerűen így lehet kijutni egy világversenyre. Barkóczi Tamás szerint a testépítés sokkal komolyabb sportág, mint ahogy a laikusok azt látják, és nem feltétlen a látványosabb edzésen van a hangsúly, sokkal inkább a keményebb háttérmunkán. Tehát a testépítés sok sokszor ellentétben a háttérmunkában sokkal több dolog rejlik, mint valójában az edzésmunkában. Edzésmunka ugye minden sport megvan, nálunk igazából a háttérmunka, helyes táplálkozás az, ami nagy erő kifejtéssel jár, illetve odafigyeléssel. Tehát igazából én azt lehet mondani, hogy az elmúlt két éve szinte végig diétáztam, kisebb-nagyobb kihagyásokkal, és az utolsó verseny előtti három hónapja az pedig versenydiétából áll ugye. Ott gramra pontosan számoljuk a bevitt mennyiségű tápanyagot, mind a fehérjét, mind a szénhidrátot, mind a zsírt, figyelünk a vízfogyasztásra, és egy nagyon szigorú étrendet, illetve egy nagyon szigorú életvitelt alkalmazunk ebbe az időszakba, és igazából ez kell ahhoz, hogy ma jó formába kerüljünk. Szigorú életvitel igazából abból áll, hogy versenyelőtti időszakban napi három edzésem van, tehát reggel éjgyomos kardióval kezdek, az egy órás edzés, utána eszem először, ugye a kimért mennyiségű tápanyagomat dolgozom, délután van súlyzós edzésem, aztán pedig este még egy edzésem van. A heti 7 napból 6 napot edzek, napi 3-szor. Az Európa-bajnok testépítő már gyermekkora óta vágyott arra, hogy sikereket érjen el az általa képviselt sportágban, és azt mondja, örül, hogy végre beteljesültek gyerekkori kívánságai, még akkor is, ha a serlegen kívül mással nem jár egy-egy ilyen díj. Ez őt nem zavarja. A lényeg, hogy nyert. Érdekes egyébként, hogy sok verseny ellentétben az EB és a VB címek azok általában csak dicsőségre járnak. Tehát itt nincsenek pénzdíjak, nincsenek külön úgy mondom, ajándékok igazából, tehát ott egy meleg készfogás jár, egy gyönyörű szép kupa, ugye, ami tényleg egy nagy álom teljesült ezáltal, de igazából más része nincsenek a versenynek. Vannak olyan versenyek, ahol vannak pénzdíjak, ahol vannak nyeremények, de általában az EB vagy a VB, az csak dicsőséggel jár. Gyerekkorom óta is ugye nekem nagy álmom volt az, hogy ugye sportoltam, ugye fociztam, abból éltem, és nekem nagy álmom volt az, hogy majd egyszer váltó sportoló legyek. És emlékszem, hogy apukámmal a gyerekkoromban himnuszra felálltunk, és akkor néztük azt, hogy tudom, mutatják a sportolókat egy versenyen, és igazából az, hogy most én Európa-bajnokságot nyertem hazai közönség előtt, szóltam a magyar himnusz zászlóval a nyakamba, állattam egy színpadon, tehát ez tényleg egy olyan öröm volt, ami azt mondom, hogy gyerekkorom óta vágytam rá, és ez tényleg ez egy azt mondom, hogy egy jó befejezése, és nem is az befejezése, de egy jó fénypontja a karrieremnek.